Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai beszélgetésünkben témánk Trianon. De egy kicsit rendhagyó módját választottuk, hogy miként közelítsünk hozzá, hiszen jelen nem június 4-éről beszélünk, a trianoni békediktátum aláírásának napjához kapcsolódunk, illetve természetesen szó esik erről, hanem visszamegyünk egy kicsit az időben, és 1920. január 16-át veszük célba, amikor is Apponyi Albert gróf elmondta nagyívű beszédét Párizsban. Vendégem pedig El Simon László, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke, József Attila díjas író, költő. Jó estét kívánok! Szép jó estét, köszönöm, hogy megtisztelt bennünket, és ha már egyszer megígértem, akkor először nézzünk meg egy rövid részletet Sáros István Trianon című könyvéből, fantasztikus drámakötetéből, alkalmazott színpadra egy nagyívű drámát Szikora János, Vörös Marti Színház előadásában, és ott Trokán Péter alakította Apponyi Albertet, aki elmondta ott a konferencián ezt a beszédet, ebből láthatunk egy részletet. Érzem a felelősség jobban súlyát. A Magyarország részéről elsőként nekem kell szólnom ezekről a feltételekről. Ám tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy ezek a békefeltételek úgy, hogy voltak kedvességeknek azokat átadni, hazám számára elfogadhatatlan. Tisztában vagyok a súlyos következményekkel, amelyek a békeszerződés aláírásának megtakadásából származnak. Ha mégis, a Magyarország abban a helyzetben állított, hogy választania kellene ez a béke elfogadása vagy elutasítása között, akkor tulajdonképpen azt a kérdést kellene föltennie magának, hogy legyen öngyilkos azért, hogy ne halljon meg. Szerencsére még nem tartok ki. Önök uraim, felkértek minket, hogy legyünk meg észrevételeket. Mindenek előtt nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. A többi háború kisebb nemzettel, Németországban, Ausztriában és Bulgáriában szenvedtek a feltételek, szintén szigorúan. De egyikük sem tartozott. Tartalmazott olyan, a nemzeti létét veszélyeztető területi megvonásokat, mint amelyeknek most tőlünk akarnak megvonni. Felmerül a kérdés, hogy mi késztette ezt a különleges szigorúságot Magyarországgal szemben? Talán ítélethozatallal állunk szemben Magyarország ellen? Nem hiszem, hogy ítélet lenne, uraim, hiszen ítélet az olyan eljárás feltételez, amelyben a felek azonos körülmények között hallgattattak meg. Márpedig Magyarországot eddig nem hallgatta meg senki. Önök uraim, akiket a győzelem a bírói székbe juttatott, önök kimondották egykori ellenségeik bűnösségét, és elhatározták, hogy a háború minden következményét a felelősségre hárítják. Ám legyen. De úgy vélem, a megtorlásnak ez esetben arányban kellene állni a bűnösség mértékével. És mivel Magyarországot sújtják a legsúlyosabb feltételekkel, azt lehetne inni, hogy önök Magyarországot tekintik a legbűnösebb. Nagy hatású beszéd volt, annyi szent, ugyanakkor eredménytelen, ha úgy tetszik. Nagyon érdekes, hogy ez a nagy hatású beszéd, ez valójában évtizedeken keresztül nem jutott el a magyar olvasókhoz és a magyar nézőkhöz. Hogyha visszagondol a saját történelmi tanulmányaira, vagy én az én tanulmányaimra, különös tekintettel arra, hogy Strasser Györgyné volt a történelmi tanárom a Teleki Blanka gimnáziumban, aki annak idén a Lenin intézetben végzett történelmi orosz szakon, és ennek megfelelően is tanította nekünk a 90-es évek, vagy a 80-as évek végén a történelmet, tehát kellően kommunista szemlélettel, még az 50-es évek lenyomatát is magán viselték a történelmi óráink. Tehát ahogyan ön se, úgy én se hallottam erről a beszédről, és ahogyan az ön iskolájában, ugye az én iskoláimban sem tanították, és vették elő, és elemezték, és gondolkoztunk mindarról, hogy végtére is mi történt ezen a békekonferencián. Én mondjuk történelmi szakot végeztem, és utána értelemszerűen Apponyi védőbeszéde is, és az egész korszaknak a beható vizsgálata az sokkal közelebb került hozzám. Tehát túl azon az érzelmi tölteten, amivel egyébként is a kérdéshez az ember ifjúkorában közeledik, egyfajta történelmi racionalitással is elkezdtünk vele foglalkozni.
De minden esetre azt kell, hogy mondjam, így sok év elteltével, és most már a Aponyi féle védőbeszédnek a többszöri elolvasásával, illetve meghallgatásával, hogy valóban retorikai értelemben is egy rendkívül nagy hatású, nagyon jól fölépített beszédről van szó, amelyik magával ragadja az embert. Nem csak a székesfehérvári színház előadásában hangzik el ez a beszéd, hanem a Nemzeti Színházban pont egy nap volt a kettő premier különben, a fehérvári premier és a Nemzeti Színház premierje, Pinyászki Attila rendezésében, 13 Almafa című részben Vas Albert szövegekre épülő nagyon izgalmas előadást valósítottak meg, és ebben Rátóti Zoltán alakítja a Ponyit, és azt a rendezői megoldást választotta Vigyánszki Attila, hogy az egész beszédet egyben mondja el Rátóti Zoltán. Ez ugye több mint 40 perc, amiről beszélünk, tehát óriási, nagy színészi teljesítmény is. És az előadás előtt én tudtam, mint hogy jobb vagyok Zolival, hogy ez így fog elhangozni, hogy egyben előadja az egész beszédet. Arra gondoltam, hogy hát ez egy nagyon nehéz vállalkozás, mert hogy ugye a dramaturgiai szabályoknak, a színház logikájának, egy előadás felépítési gyakorlatának hát teljesen ellentmond az, hogy egy betét úgy hangozik el, hogy 40 percig egy ember áll a színpadon és mond egy prózai szöveget, egy politikai szöveget, nem egy irodalmi szöveget. És hogy ez vajon működni fog-e, hogy nem lesz-e unalmas, hogy a közönség nem kezd egy idő után mocorogni, nem kezd el köhécselni, hogyan az akkor szokott előfordulni, ha valami unalmas. És döbbenetes erejű volt a beszéd, nem csak azért, mert Rátóti Zoltán nagyon jól adta elő, hanem azért is, mert valóban egy igazi retorikai csúcs teljesítmény volt, és a Nemzeti Színház közönsége 2020 tavaszán néma csöndben hallgatta végig teljes döbbenettel és ámulattal ezt a beszédet, nyilvánvalóan a színész teljesítmény előtt is adózva ezzel a figyelemmel. Szóval igaza van, ez egy nagyon nagy beszéd, sok-sok olyan elemmel persze, ami a mai hallgató vagy a mai olvasó számára a 20. század tragédiájának ismeretében nyilvánvalóan nehezen befogadható már, ugye, tehát mondjuk úgy, hogy nem feltétlenül fogalmaznánk úgy bizonyos kérdésekről, hogy annakin Aponyi fogalmazott, de alapvetően a magyar nép mérhetetlen nagy küzdelmét és igazságvágyát és jogos érveit foglalja össze ez a beszéd. Hogy nem lett hatása, az tény, hiszen a békediktátumot alá kellett így is írni. Talán csak egyetlen egy dolog, hogy azért mégiscsak lett egy népszavazás, amit ugye Aponyi a beszédben követelt, hogy legyenek népszavazások. Igen, csak nyilván a teljes körben, tehát... Így van. Nem arra gondolt, hogy csak Sopron és csak a környező Sopron, falvakban legyen, Sopronban és a környező falvakban legyen népszavazás, hanem valamennyi olyan terület vonatkozásában, amelynek az elcsatorását tervezték a háború győztes hatalmai. Nos, hát ő ízekre szedte ezt az egész békeszerződésnek nevezett gyalázatot, viszont mi sajnos ennyi időnk nincsen, hogy külön-külön reagáljunk rá, de számtalan olyan mondat van, amit nagyon kár, hogy annak idején még nem hallhattunk és nem tanulhattuk meg, függetlenül, hogy nekem például román tanár úr volt a történelem tanárom, de hát a 70-es évek közepén valóban nem azt az időt ketéltük, hogy ezt ő elmondhassa, holott nagyon is jól tudjuk, hogy miben hitt és hogyan gondolkodott. Ez a legyen-e öngyilkos azért, hogy ne halljon meg mondat, ez szívdobogtató mindenképpen, hiszen ez rávilágít arra, hogy miként gondolkodtak eleink, nagyjaink, politikusaink, aki odafigyelt arra a történésre, ami 1920 a diktátum aláírása után következhet. És hát ugye ez a mondat azon túl, hogy egy irodalmi fordulattal is fölér, valóban teljesen reálisnak tűnt, hiszen az, ami Magyarországra várt 1920. június 4-e után, az valóban úgy nézett ki, hogy az ország felszámolásához, összeomlásához és a nemzet fennmaradásának a adott esetben a megkérdezéséhez is vezethetett volna. Tehát ez így innen visszanézve most azt gondoljuk, hiszen ez a 100 év sok-sok kudarc, sok-sok tragédia,
sok-sok negatív történet fordult ellenére mégiscsak azt a sikert föl tudja mutatni, hogy megmaradtunk a Kárpát-medencében államalkotó nemzetként is, egy erős ország tagjaiként élhetünk, és nem csak itt, hanem a Kárpát-medence más vidékein is, igaz, hogy fogyatkozva, de mégiscsak az utódállamokban a magyarság tudja őrizni a lakóhelyét, szülőhelyét és anyanyelvét, kultúráját. De 1920-ban úgy tűnhetett teljes joggal, hogy az, ami velünk történik, amit ránk erőszakolnak, az nem csak erkölcsi értelemben, vagy lelki, szellemi értelemben elfogadhatatlan, hanem egyenes következménye lesz egy teljes gazdasági összeomlás, az országnak valójában a megszűnése, és az országnak olyan fokú elgyengülése, hogy későbbiekben akár végképp eltűnjön a térképről, és bekebelezzék a szomszédos országok. Jegyezzük is meg azt, hogy ez nem csak egy ilyen történelmi fantazmagória, erre valós törekvések voltak. A románoknak sokkal nagyobb terület igényük volt, mint amit kaptak. Miközben egyébként, ha valaki ránéz a térképre, és megnézi, hogy Erdély és Párcium Romániához való csatolásával, illetve ezen országrészekkel egészültek ki, hogy a korábbi fejedelemségek, és így jött létre valójában modern Románia. Tehát, hogy Erdély és Párciumnak az elcsatolt része az nagyobb, mint a teljes megmaradt Magyarország. Mert mindig csak azt tudtuk mondani, hogy elcsatolták Magyarország kétharmadát, és ez is önmagában döbbenetes szám és adat. Ilyenre nem volt példa a történelemben egyetlen más ország, egyetlen vesztes ország esetében sem. Nem csak a legújabb kori történelemben, az első és a második világháború utáni békék esetében, hanem korábban sem. Tehát ezért is érezzük ezt példátlan igazságtalanságnak. De hogyha csak ezt végig gondoljuk, hogy Magyarországnak egy jelentős, történelmileg identitásunk szempontjából meghatározó ország részét elcsatolták úgy Romániához, hogy egyébként az nagyobb terület volt, mint a megmaradt Magyarország, ez elképesztő. Így van. Tehát több mint 100 000 négyzetkilométerről van szó, és ha csak azokat mondjuk, hogy Nagyvárad, Kolozsvár, Arad, és itt tovább, Marosvásárhely és egészen le Székelyföldig, Csíkszered, a Brassó, bármit is mondhatunk. Ez valóban így van, ugyanakkor felvidéken pedig Pozsony, Kassa, nem sorolom. Viszont itt van ez a mondat, hogy ami megerősíti ezt, hogy mindenekelőtt nem titkolhatjuk el megdöbbenésünket a békefeltételek mérhetetlen szigorúsága miatt. Ugye ez gazdasági értelemben mindenképpen igaz, de igaz kulturális szempontból is, hiszen ha csak az egyetemeket nézzük, a legfontosabb egyetemeink már nem magyar földön voltak. Hát minden szempontból igaz ez a mondata Aponyinak. Nagyon gyorsan, csak bár én azt gondolom, hogy a tévénézők, akik ezt a műsort nézik, tisztában vannak mindazzal, ami 1920-ban történt, illetve ami a békediktátumnak a következménye volt, de nagyon-nagyon csak a lényegi adatokra fókuszálva, azért nyugodtan mondjuk el, hogy ahogy előbb már említettük, az ország területének a kétharmadát csatolták el, a lakosságának több mint a felét. Ugye ez nem a magyar etnikum adatét figyelembe véve, ez nem mind magyar anyanyelvű állampolgára volt Magyarországnak, hiszen 7 400 000, ha jól emlékszem, az a magyar, aki az anyországban maradt, és több mint 3 000 000 magyar volt az, aki az elcsatolt területeken élt. Ebből következik is az, hogy Magyarország, a történelmi Magyarország akkori lakosságának egy jelentős része nem magyar ajkú volt, de egyébként a magyar államnak teljes jogú állampolgáraiként éltek. Ugye értelemszerűen felvidéken szlovákokról beszélünk, Erdélyben románokról beszélünk, és így tovább. Éppen ezért ugye a revizionista törekvéseknél is két egyértelműen elkülöníthető szárny jellemezte a két világháború közötti magyar belpolitikát. Az egyik ugye a teljes rehabilitációt szorgalmazta, azaz a teljes történelmi Magyarország területegységének és integritásának a helyreállítását. És voltak olyanok, akik
bizonyos értelemben reálisabban közé tettek a revizionizmus gondolatához, és azt mondták, amit egyébként a béketárgyalások során is többen felvetettek külföldi politikusok és szakértők is, hogy az etnikai határokat, illetve az egységes etnikai tömböket mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát voltak, akik olyan típusú revizionizmust szorgalmaztak, amit nagyjából a bécsi döntések által kialakított új határok tükröztek, azaz ahol a magyarság egyértelműen többségben van, azok a területek maradjanak legalább Magyarországnál. Ez is azt jelenti, hogy Magyarország több mint kétszer akkor lenne, hogyha ezeket a figyelembe vették volna, mint most. És persze egy egészen más etnikai arány volt akkor jellemző a mostanihoz képest, mert az ön által az előbb felsorolt városok is, tehát egy Kolozsvár, ahol ma 20% alatt van a magyarságnak az aránya, 1920-ban nagy többségében magyar város volt. Nagyvárad, sőt, nem különben, igen. Nagyvárad abszolút. Sőt, a helyzet az, hogy ez még a II. Világháború után is úgy volt. Tehát Kolozsváron a 70-es években volt valamikor a fordulat, amikor kisebbségbe került a magyarság. És aztán utána a Ceausescu erőszakos betelepítése, a város méretetlenül nagyra való duzzasztása, ugye több mint félmilliós városról beszélünk Kolozsvár esetében, ez megpecsételte az ottani magyarságnak a sorsát, bár még most is nagyon jelentős magyar kulturális városról beszélünk. De még gyorsan visszatérve arra, amit felvetett, hát gazdasági értelemben mérhetetlen voltak kár. Az erőforrásainknak, az ipari erőforrásainknak a nagy részét elvitték, az ásványanyag kincsek, tehát a bányászati alapanyagok, nyersanyagoknak a nagy része az elcsatolt területeken volt. A magyar erdős területeknek a nagy részét szintén elcsatolták. Ennek lett aztán egy pozitív következménye az anyaország megmaradt területeinek a későbbi fásítás. Ugye Európában mi vagyunk az egyetlen egy ország, amelyik el tudja mondani, hogy az elmúlt 100 évben jelentős mértékben növelte az erdősített területeinek az arányát. De ez egyébként Trianonnak a mai Csonka Magyarországra vonatkozó pozitív következménye. De gondoljunk a vasúti hálózatra. Hát egyszerűen ugye volt egy olyan koncepció, hogy legalább az a vasúti nagy körgyűrű, ami gyakorlatilag azt tette lehetővé, hogy Magyarország ne egy vízfő ország legyen, mint amilyen most, az legalább maradjon Magyarországon. Tehát mondjuk az azt jelentette volna, hogy Párcium az marad magyar terület, és csak a Királyhágon túli területek lettek volna románok. Ezt is elvetették, pedig ebben nagyon komoly gazdasági racionalitás is lett volna. Ne felejtsük el, hogy a Kárpát-medence az geopolitikai értelemben, stratégiai értelemben, földrajzi értelemben, ez egy nagyon jól működő szerves egység volt, és ez egy gazdasági szempontból olyan országot eredményezett 1000 éven keresztül, amelyik szinte minden szempontból önellátó volt. Én erre azt szoktam mondani, amikor külföldi vendégek járnak nálunk a parlamentben, hogy maga az épület a legékesebb bizonyíték annak, hogy ez az ország mindenben önellátó tudott lenni. Nem csak az élelmiszeriparban, hanem a gépipar, az építőipar és valamennyi iparák tekintetében is, hiszen a parlament épülete az bizonyítja, hogy kivétel nélkül, kivéve azt a néhány gránit oszlopot, amit a svéd király ajándékozott akkor a magyar parlament építéséhez, amik a főcsarnokban láthatók, kivétel nélkül minden alapanyag Magyarországról származott. És ahogyan mondta, az egyetemi és tudományos központoknak az elcsatolás is óriási veszteség, hiszen Magyarországon rendkívül nagy rendkívül jelentős tudományos élet és egyetemi élet volt már ekkora, és a nagy egyetemi központoknak az elcsatolása az nem csak azzal járt, hogy az ottani tudós elit lehetetlenül tele, hanem azzal is, hogy hosszú távon tulajdonképpen ezekben az egyetemi központokban a magyar nyelvű oktatást azt föl is számolták. Ezért kellett aztán Klebersbergnek az 1920-as években egy sor új egyetemet és kutatóintézet létrehoznia, illetve bizonyos értelemben áttelepítenie. Ugye így fogalmazott Aponyi Albert, hogy látni fogják, uraim, ezekben az okmányokban, hogy két egyetemünk, amelyek a kultúra legmagasabb fokán állanak, a kolozsvári a magyar kultúra egyik székhelye, és az újabb keletű pozsonyi egyetem tönkretétettek. A tanárok előzettek, és szeretném, ha megtudnák önök, hogy kiket ültettek a helyükbe, és hozzáteszi, hogy hasonló a helyzet az oktatói testület mindegyik foka tekintetében.
Ez ugye azt jelentette, hogy jószerivel megszűnt a magyar nyelvű oktatás egyik pillanatról, ha nem is egyik pillanatról másikra, de rövid idő alatt, és valóban nem volt lehetőség, hogy felmenő rendszerben a magyar nyelvet jól beszélő, magyarul gondolkodó generáció nőhessen fel. Erre jött ugye Klebersberg Kuno itthon, ott viszont sem Csehszlovákiában, értelemszerűen sem Romániában nem volt lehetőség. Hát ez így volt, és ugye ezt még azzal is megfejelték, például Csehszlovákiában lásd benesi dekrétumok és a többi, hogy a magyar nemzet kollektív bűnösséget is kimondták, ami egy teljesen nonsens dolog. Az a nagy baj, hogy ez számos országban a mai napig is így van, tehát látjuk azt, hogy Ukrajna mennyit lépett vissza a nemzetiségok biztosításában, látjuk azt, hogy Romániában az elmúlt 20 évben is, vagy 30 évben is, még rendszerváltozás utáni időkben is rendszeresen probléma az, hogy az anyanyelven való tanulás alapvető jogát nem biztosítják. Minden szempontból a legjobb a helyzet Szlovákiában, bár éppenséggel az elmúlt 3 évtized gazdasági sikerei és viszonylagos politikai béké, ami Szlovákiát jellemzi, az nagy mértékben hozzájárult az asszimiláció felgyorsulásához. Ennek persze más okai is vannak, mert sokkal kisebb volt a különbség kulturális értelemben a felvidéki szlovákság és magyarság között, mint az erdélyi magyarság és románság között. Gondoljon csak ennek a vallási hátterére. Ugye a erdélyi magyarság az javarészt unitárius, református és katolikus. Míg ugye a románok azok többségükben ortodoxok, illetve görögkatolikusok. Az ortodoxok nagyobb része az utóbbi fél évszázadban is nagyon nagy mértékben települtek be a történelmi Magyarország területén kívüli régi úgynevezett ókirálysági területekről. Tehát ez, miközben a felvidéken azt látjuk, hogy a felvidéki magyarság és a felvidéki szlovákság egyaránt a nyugati keresztény kultúrkörbe tartozó volt. Tehát ezek nagyon nagy különbségek. Az egyik esetében sokkal könnyebb a vegyes házasság, a másik esetében jóval nehezebb, ami nyilvánvalóan az asszimiláció, bár nagyon erőltették a románok az asszimilációt, de mégiscsak az asszimiláció fölgyorsíthatóságának egyik gátja volt. Persze, ha megnézzük, az is önmagában érdekes, hogy a szocializmus időszakában, a Ceausescu érában is, miközben egy abszolút világi országot építenek, világi államról beszélünk, és az egyházakat ott is megfosztották a vagyonelemeiktől. A diktatúra utolsó két évtizedében mégis mindent megtettek annak érdekében, fölismerve az egyház erejét és a valláson keresztüli mondjuk, hogy térítésnek és átformálásnak a lehetőségét, hogy ortodox templomok sorát építsék. Tehát nem csak a 90-es évek óta, bár töretlen az ortodox templom építési láz azokon a helyeken is, ahol nem élnek ortodoxok, de ez bizony a szocializmusban, a Ceausescu érában is megtapasztalható volt, legalább akkor a károkat okozva, mint az úgynevezett falurombolási programmal okoztak. Tűnik, hogy Romániában nem változik a helyzet, viszont van jó példa is, hiszen a szlovák miniszterelnök beszéde, az érsekújvári meghívás, illetve a hozzá csatlakozó beszéd, azt hiszem, hogy némi változás, pozitív változást hozott. Ön miként értékeli? Nagyon fontos a felvetése, mert nem szabad belecsúsznunk abba a hibába, hogy kesergünk csak, és a sérelmeinket soroljuk még 100 év elteltével, és az én 17 éves lányom azt kérdezte tőlem, hogy apa, eltelt 100 év, most még miért keseregtek? És ezt úgy kérdezte a lányom, hogy én egy konzervatív politikai pártnak vagyok a képviselője a parlamentben, és úgy kérdezte a lányom, hogy rendszeresen utazott velünk a családdal Erdélybe is, és más határon túli magyar lakta területekre. Tehát mondjuk az én gyerekeim nevelésében az egy fontos szempont volt, hogy a Kárpát-medencei magyarság mai valóságával megismerkedjenek. És ennek ellenére, hogy nekik ez egy élő element, tapasztalat és élmény, mondjuk egy erdélyi utazás, mindegyik gyerekemnek volt, hogy együtt is volt, hogy külön-külön is,
tavaly, ha jól emlékszem, a legkisebb lányommal mentünk, amikor találkoztunk a csíkcsomortányi irodalmi táborban, olvasótáborban. Tehát, hogy ennek ellenére ezt kérdezik meg a legfiatalabbak, hogy most miért? Nem értik, távol van tőlük, nem tudják, hogy milyen volt ez az ország, vagy milyen lehetett ez az ország régen. Még azt az időtávlatot sem látták át, vagy látják át, mint amit mi átéltünk, hogy látjuk, hogy mekkora nagy a változás a 80-as évek végéhez képest, és 86-ban 14 évesen voltam először Erdélyben, és ahhoz képest a eltelt majdnem három és fél évtized is hihetetlen mértékű változásokat hozott, negatívokat és pozitívokat is, de minden esetre lenne mind folyamatosan keseregnünk, de ezt nem mondhatjuk a gyerekeinknek. A gyerekeinknek pozitív jövőképet kell mutatni, és egyébként a magyarságot és a külhoni magyarságot is úgy értékként, meg értékkategóriaként felmutatni, hogy ez számukra is értelmezhető és átélhető legyen. És ezért is volt az, hogy 2010-ben, bocsánat, elfogadtuk rögtön a parlament megalakulását követően a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló szimbólum kísérleti törvényt, és nyilvánítottuk június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává, hogy azt mutassuk, hogy a sok-sok sérelem, a sok-sok fájdalom, a mérhetetlen igazságtalanság ellenére, a máig elfogadhatatlan békefeltételek ellenére mi itt vagyunk, van mire büszkének lennünk, együtt élünk, a magyarság összetartozik, most már állampolgárságot is tudunk adni, szavazójoggal rendelkező teljes jogú állampolgárságot tudunk adni a határon túli magyaroknak. Tehát, hogy megmaradtunk, ez büszkeséggel, méltósággal és hittel is eltölthet bennünket. És hogy még mindemellett pozitív változásokat élünk meg a régióban, az nagyon jó visszaigazolása annak, hogy a mi politikánk is megengedő és toleráns és elfogadó a szomszédos országok többségi nemzeteivel szemben. Hát amit mond a Felvidéken, ez egy nagyon jó példa. Egyébként nem csak a jelenlegi szlovák miniszterelnök, hanem a köztársasági elnök asszony is rendkívül pozitívan és előremutatóan nyilatkozott. Persze voltak közben szélső jobboldali hangok ott is, de hát ehhez már hozzá vagyunk szokva. Arra kell figyelnünk, hogy a jelenlegi hivatalos szlovák vezetés, amelynek egyébként a hatalomra kerülésekor attól tartottak, hogy ez esetlegesen, mint hogy többször kritizálták korábban a mi politikánkat, a V4-es együttműködésnek a kárára fog válni, és hogy veszélyeztetni fogja a V4-es együttműködést, hála Istennek erről szó sincsen, és nekünk nagyon fontos érdekünk, Magyarország nagyon fontos érdeke, hogy azt a stabil politikai együttműködést, amit kialakítottunk Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal, azt fönn tudjuk tartani. És ilyen pozitív változás van például a szerbek viszonylatában. Hát most gondoljon arra, hogy ez a Szerbiától Szerbiáig, ez volt az egyik szélső jobboldali szerb, ilyen nacionalista jelmondat, amiket ráfújtak, meg ráfestettek a házak falára, ugye a nagy szerb államnak a gondolata, és ez nem csak a Trianon utáni időszakot, a szerb-horvát-szlovén királysági időszakát jellemezte, hanem még a titói kommunista Jugoszláviát is jellemezte, a nagy szerb állam eszméje, a szerb nagyhatalmi törekvéseknek a gondolata, amiben nem fér bele az, hogy a magyarság számára kollektív jogokat biztosítsanak. Most pedig ott tartunk, hogy Szerbia hosszú évek óta nagyon komoly nyitott a magyar nemzetiség fele, nagyon komoly politikai jogosítványokat kapott a vajdasági magyarság, sokkal komolyabbakról beszéltünk, mint mondjuk az erdélyi magyarság esetében, és hogy a szerb és a magyar politikai vezetés között szoros baráti és szövetségesi kapcsolat van. Ezek nagyon, nagyon komoly értékek, amiket meg kell óvnunk. Ez a remek végszó. Dolgozunk rajta, tegyünk érte. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, Trianon volt a témánk, a békediktátum 100. évfordulóján vendégem Elsőmon László országgyűlési képviselővel beszélgettünk erről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!